Héber majd magyar nyelvű liturgiával nyitotta meg Róna Tamás, az alföldi régió vezető rabbia, a legújabb zsidó hittankönyv sajtótájékoztatóját csütörtökön délután a nagykőrösi zsinagógában. 6 évvel ezelőtt a magyar kormány egy új lehetőséget nyitotta, kötelezően választható hit és erkölcstan oktatásban, és hát ez egy régi álom volt, hogy az oktatást nagy színpadjára föl tudjunk lépni, és amikor ez a folyosó kinyílt, akkor adta magát a lehetőség, hogy ezt megragadtuk. Dr. Nógrádi Gergely író főkántor barátommal, és így készült el lassan 5 évvel ezelőtt az első hittankönyv, zsidó hittankönyv, amit 3700 honi általános iskolába tudnak használni és forgatni. Azóta szépen jelentek meg a kötetek, most a 4. könyv jelent meg. Az új hittankönyvet forgató gyerekek egy fiatalos és könnyen érthető kiadványt nézegethetnek majd. Több mint 100 grafikával illusztrálták a művet, és még a humort is felhasználták a szerkesztők. A Szentírást, a Mózes 5 könyvet kezdtük el elmesélni az első könyvtől kezdve, illetve alapfogalmakat magyarázunk, hogy az az ő életükben, a 21. század ő általuk körülvett világán belül tudjon megjelenni, ahol jelen van a Shrek, a Harry Potter, a Csillagok háborúja és persze a Marvel szuperhősök is. Tehát, hogy ebbe a szövedékbe ágyaztuk bele a hittankönyvünket, ahol számos dolgokra próbáltunk figyelni, nem csak a történetmesélésre, ami persze alapvetően fontos, hanem ugyanúgy a figurák megjelenésére, arra, hogy egy kicsit bevezessük őket a héber nyelvbe, arra, hogy megismerjék a zsinagógai esztendő körforgását, az ünnepeinket, vagy adott esetben a végén mindig lehetett találni egy-egy kottát, hogy a zene és az ének az mindig egy örök híd ember és ember között, tehát hogy több oldalról, több szempontból próbáltuk fölépíteni a hittankönyvet, és azt gondolom, hogy ez eddig egy nagyon sikeres és egy hiánypótló projektnek egy újabb mérföldkövéhez értünk. A szerzők Róna Tamás, az alföldi régió vezető rabbia, és Nógrádi Gergely, kántor, író, újságíró, maguk is aktívan foglalkoznak a hitoktatással, de igyekeztek a magyarországi zsidó oktatási anyagának 160 évnyi tapasztalata alapján megszerkeszteni a fiataloknak szánt sorokat. Ezt a munkát a magyar kormány is jelentős forrásokkal támogatta. 2011 óta a hittanoktatás az iskolákban zajlik, nem kötelezően, de szabadon választható, és ez nagyon fontos mind a keresztény felekezetek életében, és mind a zsidó felekezetek életében is. Mindenképp értéket adnak tovább a Bibliáról, akár az Ószövetség a zsidó felekezet esetében, az Ó és Új Szövetség a keresztény felekezeteknél, és ezekhez való oktatókönyvek azok vagy már a múltban kialakultak, vagy pedig most alakulnak. És hála Istennek a Mazsihisz úgy döntött jó néhány évvel ezelőtt a rabbik vezetésével, hogy érdemes elindítani egy gyermekeknek szóló hittankönyvnek az elkészítését, így most eljutottunk már a 4. osztályhoz is, és ennek a támogatását a magyar kormány 6 millió forinttal támogatta, pontosan azért, hogy az az érték választás és nagyon fontos hitbéli meggyőződés, ami a Mazsihiszen belül is a zsidó közösség egy részét érinti, azt erősítsük és segítsük. Hála Istennek, Róna Tamás rabbi úrnak a vezetésével egy nagyszerű kötet alakult most is ki, és az a tervünk, hogy természetesen folytatjuk ennek a sorozatnak a további támogatását is, így jövő évben készülhet az újabb, adott esetben 5. 6. osztályosoknak. Az államtitkár a könyv bemutató során beszédében kiemelte, sokszor a hitünk ellen, az erkölcsi értékeink ellen támadnak alattomos módon. Ezért fontos, hogy ahol lehet, az egyházaink a gyerekeket a hittanoktatáson keresztül az értékeink megőrzésére, a teremtett világ megőrzésére és annak tiszteletére tanítsák.
Az új kiadványnak az ismeretterjesztésen és oktatáson túl komoly megőrző szerepe van. Közösséget építeni nagyon nehéz. Azt kell mondanom, hogy közösséges rombolni sajnos az nagyon könnyű. Több mint 20 év munka van mögöttünk, míg ide eljutottunk, és most már szerencsére ott tartunk, hogy nem csak a saját közösségünk tagjait tudjuk szolgálni, hanem azokat is, akik oda jönnek hozzánk, segítséget kérnek, értve ez alatt szellemi vagy akár anyagi segítséget, igyekszünk nekik is szolgálni. A Kecskemét városa azért nagyon fontos nekünk, hiszen ott is működik az egyházunk, és az egyházunk magáénak érzi azt, hogy ne csak azok a tehetséges gyermekek legyenek egy magas szintű oktatásba bevonva, akiknek olyan az anyagi helyzetük, hanem a tehetséggondozóba mindenki egyforma eséllyel vehessen részt. Az új tankönyvek elindultak ismeretterjesztő útjukra, és eljutnak majd az ország minden pontjára, nem csak a zsidó közösségekhez köthető iskolákba.